Nos, srácok, hát ez lenne a Sifu-nak a korai betekintős része. Ez egy októberi build, amit láttok, és főleg egyébként a harcrendszer az, amit bemutat most nekünk ez a korai béta. Valami, akármi, mert hogy a játék maga februárban fog megjelenni, ha minden igaz, akkor február 22-én. És most így szerencsére a kiadó jó voltából korábban meg tudom nektek mutatni, hogy mégis milyen lesz a harcrendszer, és hogy mi is ez a játék. Ez egy kungfus játék, egy eléggé sablonos sztorival, mondjuk kinek mi a sablonos, én ezt a szót annyira nem szoktam használni, de van egy főhősünk, akinek megölték a családját, és ezért ő bosszút akar állni, és akkor a városban mindenkit le kell győznie. Fuval természetesen, és a játék egyik különlegessége az az, hogy a karakter minden egyes halálnál öregedik. És hogyha kivénül, hogy nem tudom ezt, hogy lehet mondani, ha eléri azt a bizonyos kort, akkor a következő halál már a végső, az utolsó. És hát az game over. Nem tudom, hogy a game over az pontosan mennyire game over, mi az, amit megtarthatunk, és mi az, amit nem, de úgy hivatkoztak rá, hogy game over, és a game over-t akkor szokták használni, hogyha kezdhetjük előről. Úgyhogy, hát kíváncsi vagyok, hogy amúgy ez milyen lesz, illetve mennyire nyeri el majd a tetszéseteket, mind játékos, mind néző oldalról. Kíváncsi vagyok, srácok. Úgyhogy azt most ne nézzétek, hogy mi mennyi XP-t ad, milyen a játéknak a grafikája, mennyire akad, meg ilyenek. Itt most főleg a harcrendszerről lesz szó. SSD-n van amúgy a játék, még mielőtt azt mondjátok, de hát ilyen Hunter, HDD-re raktad, megint azért akad. Átmozdulok egy másik sarokba, hogyha nem bánjátok, mert nem szeretnék lényeges információkat kitakarni. Aztán majd lehet, hogy így se lesz jó, de azért én átmozdulok. Szevasz, madari. Ma sem reggeliztem semmit, sajnos. Ez itt a training room egyébként. Nem akarjuk finishálni a tréninget. És itt mit csinálunk? Agresszív. De most nagyon agresszív. Aha. Wow! Azt tudnotok kell, hogy ez a játék egyébként nem a játék elejét mutatja meg nekünk közvetlenül, hanem a második fejezet egy kis részét. Tehát, hogy amit most játszunk, ez benne lesz a játékban, de nem az elejétől. Mondjuk valószínűleg a tréning már a játék elejétől is benne lesz. Én azt a botot szeretném felvenni, lehet olyat? B. Aha. Megvan, hogy mivel dodzsolunk. A jobb triggerrel. A B-vel interaktálunk. Az X-en nem tudom, mit csinálunk. Ja, tudom, hogy fontos a reggeli. Sajnos nem volt rá időm. Pedig hát arra mindig kell időt szorítani. Passzív, agresszív. Oké, eltört a fegyverünk. Focus bar needed. És akkor tudhatunk meg valamit az enemiről. Ott van az a kis amulett, ami a karakterem övén van egyébként. Az az, ami feléleszti a karaktert. Ott van az a kis sárga. Hát, vessünk ennek véget, mert
Biztos, hogy ez a tréning, de... Valószínűleg nem ennyi a játék. The Club. És itt van ez a board, ahol így infókat tudunk meg a családunk gyilkosairól. A striptease bárba mennek a bűnözők gyakran. Sean. Aha. Jó, tehát hogy itt ilyen infókat lehet megtudni, infókat lehet gyűjteni, és itt vannak ezek a táblán. Miért ilyen dühös az a fejéröves bácsi, mit is mondta neki a techhónkhoz? Izé? Miért dühös a fejéröves bácsi? Mondtam neki, hogy legyen agresszív, hogy tudjak tréningezni. Jó kis Jackie Chan filmek az best, én nagyon imádtam azokat. Hát ez egy ilyen, nem is tudom, ez ilyen hub, ahonnan mehetünk küldizgetni. Aha, és itt van a skill tree, amit éppen takarok, de hát gyorsan eltünedvezek mindjárt, hogy jobban lássátok a dolgokat. Azt mondja, hogy megnyomom itt ezt a gombot, és akkor elvileg eltünedvezek. Na nézzük csak. Ó, hát nagyon jól csináltam a dolgokat. Itt vannak a képességek. 360 swing focus staffal. 500 XP-be kerül, jelenleg 0 XP-nk van, az XP-t jobb felül látjátok egyébként. Bat weapon only, blade weapon only. Push back cancel. Tehát itt ilyen képességeket tanulunk meg majd az XP-kba. Duck strike, tehát a kacsa ütés. Jelenleg ennyi képességünk van. Oké, és ezt itt a fánál tudjuk nyomkodni. Ez valami új játék? Igen, új, még nem jelent meg. Még nem jelent meg, majd februárban fog, és ez ilyen kungfus, öregedős mechanikákat prezentál. Gyakorlatilag ennyi. Amúgy igen, Zakika, ez valószínűleg nem lesz egy hosszú játék. Mármint, hogy így valószínűleg nem egy hosszú játékról van szó. Nutellás pali. Hát egészségedre, Lilith Manó. Jó kis pali. De rég csináltam már palit. Erről jut eszembe. Na hát, megyünk a striptease bárba, a lovacska a nagy kényére kedvére. Micsoda tükröződések. Forget about it. If you're not on the list, you're not getting inside. Én pedig rajta leszek a listán, be fogunk hatolni. Megcsapkodjam? Na hát akkor, tessék, én be fogok jutni. Te? Akarsz valamit? Mondjuk valószínűleg nem ilyen egy igazi kungfus, hogy így beszólnak neki azt izén. Pofán üti. Private party. Come back tomorrow. Igen, rivált. Back off now. Ha kéne amúgy dodzsolni is néha. Kapta? Tehát akkor még privát a party? Na ugye, hogy nem. Yeah? What do you want? Semmi között hozzá, Sean. Sean, where can I find him? Guys, we got a problem here. Ajaj. Halló? Halló? Fókusz? Azt néztem, hogy fel lehetett volna venni ott azt a földre. Azt mondta nekem a játék egyébként, hogy... Ó, ott valami kivégzés is lehetett volna nyomni. Where is Sean? He's with the fighters for
for the burning. Only Sean's disciples have passes to get inside. We'll see about that. Azt mondták a játékról, hogy próbáljuk elkerülni azt a szituációt, hogy nem egyvé egyezünk, hanem többen nem ellen harcolunk. Kipróbáltam, hogy mi volt ez az YB, hát elég látványos volt, ilyet tudtam volna az enemin végrehajtani. Tehát egy dühös kungfust irányítunk most, srácok. Jaj, ti ilyen morcosak vagytok? Hát ez egy nagyon jó játék, alapból van benne halálszámláló. Fel is lehet adni, de lehet emelkedni. Így van. Most már 21 éves vagyok. Ja, hogy innen folytatjuk? Put that down. Ez nagyon nagy gond, srácok. Jézusom! Lehet valahogy hílelődni? Ez a játék csak úgy osztja nekünk a halálokat. Tessék, most már 23 éves vagyok. Valami boss lesz. Oké! Nem tudom, voltam úgy 500 XP-m. Voltam úgy. Honnan tudsz ilyen kombókat? Easy! Boom! Ha, tehát hogy itt van valami védekező állás is, ahogy látom. Reward. Takedown-oknál több HP, struktúra növelés, tehát hogy jobban bírom a csapásokat, weapon durability. És ezek úgy állokkolódnak, ahány éves vagyok, meg ahány pontot összeszedtem, meg ahány XP-t összeszedtem. Aha. Tehát a... Valószínűleg ez ez egy vége egy pálya résznek, ha tippálnem kéne. És hogyha ügyes vagyok, akkor 3 rewardot is tudok állokkolni a korom alapján. Illetve ha kevésbé találnak el, akkor ugye több pontom is lesz. Valamint az XP is gondolom azért jár, hogyha annyira nem találnak el.
És akkor állokolhatunk egy csomó mindent. Ha tippelnem kéne. Egyetlen egy rivaldot lehet csak választani. Itt a szobornál. Viszont most már mehetek rá a képességekre. Valami olyat kéne kirakni, ami nem izéfüggő. Fegyverfüggő. Lehet counterelni az ellenséges támadást. Mehet. Szerintetek most hogyan tovább? Access card kell hozzá. Mint egyébként mindenkinek, skacok. Szia, Fanfire! Ennél miért írja a B-t? Ezt fel lehetne venni? Az üveget is gondolom fel lehetett volna venni. Ja, az üveget azt fel is tudjuk venni. Szóval valakinél van egy access card? Hát egy szemüveg van a földön, azt látom. Aha. Halló? Valaki nagyon morcos lett valahol. Látom. Ajaj. Elkezdett viszketni az orrom. Jó. Ezt a multiplayert azt nem tudom, hogy pontosan hogy lehet növeszteni. Gyere! Azt hiszem nyomtam ilyen countert. Az igen! Ez elég látványos volt, srácok. Azért valljuk be. Ez a kombó. Hogy lerúgtuk? Gyere, box. Oké. Menő amúgy a counter nagyon. Hát ő hogy lett ilyen tüzes? Komoly volt, ilyen tüzes lett a csávó. Ezt a Kotaku nagyon le fogja húzni, mert megveredsz benne egy nőt. Tetszik, ahogy így felrúgja a kezébe az üveget. Még továbbra se értem, hogy miért írja ki B-vel, amikor nem tudok vele semmit csinálni. Lehet, hogy majd lesz egy képesség? Oda néz, fejbe vágtak. Azt a... Ez komoly.
Jaj, látom! Ott pedig nyomtam a izét, a dodzsolást, vagy mi az. Ó, jó, jó, 29 éves lettem, srácok. Az lesz Sean. Valószínűleg az lesz amúgy Sean. Szevasszum, mi üdv mindenkinek. Nem tudom. Te tudsz segíteni? Semmi. Come on! Én még jó, hogy végignéztek. The two giants over there. What's behind their door? Az jó lesz. Az a fight, az jó lesz. Lehet amúgy, hogy nem is akart harcolni. Hát ezek a nagy darabok nem voltak amúgy olyan durvák. Tehát szétütöttük ezt a paravánt, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják, és jött belőle egy bot, amit tudunk használni fegyverként az ellenség ellen. Wow! Wow! Tök jó! Szevasz, Hesdelár, sziasztok, sziasztok, srácok. Ja, ti ilyen bunyósok vagytok? Oké. Az igen, kigáncsolt. Sza, bizony. Hát itt ilyet is lehet csinálni. Mi? Átugrott az asztalon, és jól fejbevágott menet közben. Pushback cancel. Permanensen lehet állokkolni képességeket? Á, értem. Tehát, hogy ha én most ezt a pushback cancel-t ezt így kirakom, akkor háromszor kell kiraknom, hogy véglegesen megmaradjon. Értem. Itt raktam valamire, ami 500-ba került. Nem is tudom, hogy most így hol van. Nem tudom, hogy hol van, mindegy. Ja, kaptunk egy pörgőrúgást. Harminckét éves. Na, gyere. Oké.
Hát igen, most már a karakterünkön meglátszódik egy kicsit a kor. Szávasz, Ricsi, üdv mindenkinek, skacok. Amúgy ide jöttünk. Mi csak nézők voltatok lehet. Bocs, kell az XP. Mi most a dühös kisrácot játszuk. Mindenkit el kell várni. Oda biztos, hogy le kell mennünk? Nagyon úgy néz ki. Beszoroltam. Jajjaj, nagy a baj. Azt a rohadt! Az csúnya volt azért, srácok. Az csúnya volt. Aha, tehát ahogy ölünk... meg tudom nektek mutatni? Igen, meg tudom nektek mutatni. Köszi szépen amúgy Ricsi a 100-as sírt, köszi a támogatásodat. Srácok, itt van egyébként, hogy mit lehet csinálni, ezt nem is figyeltem amúgy. Leföl le X a Palm Strike, leföl... mint hogy leföl Y, meg leföl X, ezeket kéne nyomkodni. Post Fairy, aha, aha. Szóval, ha valakit elteszünk láb alól, akkor lemegy ez a szorzó a koponyánál, mert ahogy meghalunk, az a halálszám az úgy nő, és az egy szorzó, amennyi évvel öregszünk a következő halálnál. Tehát arra figyelni kell, hogy ne nagyon menjen föl, mert akkor nagyon gyorsan meg fogunk öregedni. Aha, ezek a képességek. Az egyik, ez lesz a sweep. Hogy is kell? Így. Ez meg a pálmata. Meddig lehet öregedni? Nem tudom. Szerintem két számjegyig. Hát egyrészt addig lehet öregedni, ameddig el nem fogynak az amulettünkről, vagy a nyakláncunkról az érmék. Másrészt nem tudom. 70-80 valahogy úgy. Óha. You're not supposed to be part of tonight. Let me through. I don't want any trouble. You already found it. Ezt hogy lehet ellene használni? Oh. Valamit? Tegyük ki ezt a pushback cancelt, hogy így véglegesen megmaradjon. Hosszú nyomom a B-t, akkor se vette fel. Tehát a... Ah!
piros ütést azt egyszerűen nem lehet. Nem adjuk fel. Viszont ez már... Ez már 42 AP. Hát ezt mondjuk benyaltam. Igen, hát 42 évesen azért már látszódik a kor rajta. És egy újabb információt szereztünk a boardra. Nem tudom, láttátok-e egyébként, ott vannak egyébként a kombók. Push kick, roundhouse kick, rising claw, heavy attack, back breaker. Tehát, hogy itt vannak ilyen kombók a játékban. Én nem vagyok ki a kombóba. Szóval, mit is akartam mondani? Akartam valamit nektek mondani. Nem tudom, mit akartam. A végén még öregebb leszel, mint te. És hol lehet téged bannolni? Köszi szépen amúgy a két hónapot, srácok. Pergessétek a szvegeket. Igen, szóval köszi szépen a két hónapot, srácok, pergessétek a szvegeket. Ezt akartam mondani. Köszi szépen Istog a két hónapot. A kényelmes emberek kapnak kántálást. Nagyon jó. Nagyon jó. Kíváncsi vagyok, hogy sztoriba ez hogy lesz kimagyarázva. Nem tudom. Hát mondjuk a meghalás az úgy van magyarázva, hogy az amuletted támaszt fel téged. Wow. Hogy micsoda? Ó, Afrocsek, köszi szépen a kettes feliratkozás ajándékozást, méghozzá Kazgab 3 hónapját, illetve Velsz 2 hónapját tetted ezzel lehetővé. Srácok. Eregjenek a szvegek Afrocseknek, Kazgabnak és Velsznek egyaránt. Hogy is kell csinálni ezeket? Mizu Istog! Készüljetek fel. Nagyon jó pergetés. Elképesztően jó pergetők vagytok, srácok. Menni kell tovább. Szia, Mapko! A felkiáltál info parancsal megtudható az, hogy mi a stream címe, mi a játék neve, mióta megy a stream, stb. Lianna, köszi szépen a hyphonat berúgását, beindítását. Illetve köszi szépen Kazgab neked is a 100-as sírt. Valakik nagyon morcosak. Köszönöm a subot, Afrojack 77 Kazgab love. Oké, osztorat! Mi volt ez a Naruto ruhás? Jöhetne már a téli szület? Hát nem kell sokat várni. Nem kell sokat várni, Istok. Jézusom, 45. You must enjoy the taste of... Majd lehet fejlődni. Shit. Asztalat, ez a botos, ez inasba rak minket nagyon csúnyán. 49 évesen. Na, adod ide a botod? Jó. Na hát, most már csak azt tudjuk feloldani, hogy legyen maximum struktúra. Uh-huh. Uh-huh.
Hát akkor lehet, hogy itt a koros dolgokra kéne először rámenni, mert hogyha öregek leszünk, akkor nem tudok majd kirakni egy csomó dolgokat. Hát igen, ez egy szép magyar szó volt. Itt van, hogy miből mennyire lehet rárakni. Tehát itt például erre a struktúrásra hármat lehet rárakni. Ezen meg már van egy. Ferrinél fókusz. Hogyan játszhatok vele? Hát tudod, a streamerek, meg videósok, meg ilyen influencerek előzetes korai hozzáférést kapnak a játékokhoz. Szia, Adri a második. Mizus, mizus. Szia, tyap-tyap. Szevasztok, srácok. A Shadowban Twitch-en nem hiszem amúgy. Mondjuk attól függ, hogy mit értesz ez alatt. És te miért kaptad meg? Ennyi, srácok, kitoltuk. Én miért kaptam meg? Mert én egy elképesztően jó fejsrác vagyok, és szeretem megmutogatni nektek itt a dolgokat. Ezért kaptam meg. Na, hát srácok, eljutottunk a végére ennek a bekukkantós verziónak a végéig, ugye a Shifuba. Hát hogy mondjam nektek, aki szereti, nem is tudom, hogy hogy lehet belőni a kategóriát, hát aki szereti ilyen kombózós, ütögetős, ütlegelős játékokkal játszani, annak van előnye ebbe a játékba, az biztos, mert hogy itt is ugyanúgy kombózgatni kell, ami nekem nem megy. Gyakorlatilag ezeknél a játékoknál szétszpemelem a kontrollert, hogy bármi is összejöjjön. Ahhoz képest sikerült eljutni a végére, úgyhogy ennek örülök. A mechanikák, megmondom őszintén, tetszenek, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon béna vagy, akkor a játék nem fogja hagyni, hogy sokáig eljuss, és valószínűleg kezdheted előről. Ez tetszett. Tehát nagyon tetszik az, hogy mi történik akkor, hogyha meghalsz. Meghalsz, tudod fejleszteni a képességeidet, a karaktered idősebb, tapasztaltabb, vénebb lesz, és ezzel HP-t bukik, mert a fiataloknak... Nem csak te vagy úgy a spammerje-e, mert hogy fiataloknak több életeleje van, az idősebbnek kevesebb, de tapasztaltabb, ezért több a sebzés. Tehát minusz HP, plusz sebzés, minél tapasztaltam. Vannak ezek a szobrok, ahol el lehet osztani, ahol lehet fejleszteni a karaktert még pluszba, ami nem skill. De szerintem az csak erre a ránra vonatkozik. Ugye a skilleknél permanens upgrade-eket is lehet feloldani, ez azt jelenti, hogy ez egy olyan játék, amilyen... Hát... Hát mint egy olyasmi ez a fajta mechanika, mint egy Hades-ba, vagy egy Dead Cells-ba, hogy tudod fejleszteni a karakteredet, viszont itt olyan van, hogy fel tudod oldani a képességet, de nem örökre. De örökre is fel tudod oldani, hogyha akarod, csak az nagyon drága. Kíváncsi vagyok a játék sztoriára, kíváncsi vagyok, hogy tetszik majd nektek ez a játék, hogyha megjelenik. Én valószínűleg nem fogok vele játszani. Mert hogy olyan a játék, amilyen, mármint ez alatt azt értem, hogy olyan a játék kategóriája, amilyen, hogy így én ezekben a verekedős játékokban nem vagyok jó, viszont a mechanika az nekem baromira bejött. Ez az öregedés, a kungfuzással együtt, a képességtanulással együtt, ahogy állokolni lehet a dolgokat, ez tetszett. Meg ahogy ki kell használnod a környezetedet, hogy ha esetleg egy 1v5 vagy 1v6 szituációba keveredsz, akkor is jól tud kijönni ebből az egészből. Illetve az is tetszik, hogy
ha meghaltál egyszer vagy kétszer, akkor kapsz egy ilyen számlálót, egy ilyen halálszámlálót, és hogyha valakit leraksz a földre, akkor az a számláló visszamegy egyel, tehát a következő halálod nem lesz olyan súlyos. Ez nem lesz olyan súlyos. Wow. Elég király, nem, skacok? Nem egy nagyon bonyolult játékról van szó, szerintem fajék egyszerű a játék. Nyomoznod kell, és le kell győznöd a családod gyilkosait. Istenek, tetszeni fog? Én úgy tudom, hogy akar vele játszani. Szóval, skacok, ez, amiben így most belenéztünk, ez egy ilyen októberi build, egy korai hozzáférés, ez, amit ahol játszottunk, ez egy ilyen hub, és ahova lementünk a striptease bar, az meg nem így kezdődik a játék, tehát ez a második fejezetnek egy része lesz, tehát ahol játszottunk, ez benne van a játékban, de nem az elején rögtön. Igen, kungfus harcolós, halálos öregedős, igen, és igen, elmondtam szerintem mindent ezzel a játékkal kapcsolatban. Akinek mondom, ez a stílus bejön, egy kis csavarral, a csavar, amit elmondtam az előbb a mechanikák, annak szerintem adni fogja. Igen, ilyen Fortnite-os a grafika, amúgy igen, ez, nekem tetszik amúgy ez a képregényes grafika. Legalább nincs hatalmas gépigény. Ott látjátok a kocka számokat egyébként bal fölül, hát annyira nem használja ki a videókártyát. Ja, persze. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a kis bekukkantás. Érdekes játék lesz ez a Sifu. Mondom, én ezt ki fogom hagyni. Meghagyom másoknak. Én másban jobb vagyok. És ezt valószínűleg annyira nem élvezném.